Magyar film illő történet az adácsi átvezető út esete. Sok sok éve felújította a magyar állam az adács és gyöngyös közötti utat, illetve a vámosgyörk és adács közötti útszakaszt. Csak épp az adácson belül átvezető közös részt nem sikerült rendbe tenni a 3203-as számú úton, sok bosszúságot okozva a helyieknek, és persze veszélyeztetve a közlekedés biztonságot, hiszen az úton jelentős kamionforgalom van. Az adásiak demonstráltak is régóta a gödrök betemetéséért, de az 1300 méteres átkelési szakasz megjavítását nem sikerült elérniük 2010 előtt. Pedig sokan megígérték az említett rész rendbetételét 2009 óta, de 2018-ra Szabó Zsoltnak a térség parlamenti képviselőjének sikerült is valósággá változtatnia az adácsiak vágyát. Megjött a friss aszfalt területfejlesztési programos forrásból, a környékbeli gumigyár könnyebb megközelítésére építve emlékezett vissza a 60 online nyilatkozó Ócsai László, a falu vezetője. Ez egy álomnak a megvalósulása volt, amit, aminek szemtanúi lehettünk, hiszen a faluban a legégető problémának 32-103-as útnak az átkelési szakasza volt. Ez iszonyatos állapotban volt. Itt gödrök voltak, nem kátyúk voltak, és a lakosság borzasztó, borzasztó, nehezen viselt ezt a problémát. Óriási teherautó mennyiség az, ami áthalad rajta. A biciklivel már nem lehetett átmenni, holott a falunak ez a főutcája. Nagyon örülünk nélkül, hogy ezt sikerült megvalósítani, hiszen ez egy óriási gond volt. Szabó Zsolt szerint is régi adósságot sikerült törleszteni Adács főutcájának rendbetételével. A problémát a falu képviseleti munkájának kezdete óta ismerte. Mikor Adács hozzám került, mint település, az egyik első probléma ez volt, amit mind a lakosok, mint polgármester úr említett. Hála az ének, jól sikerült összefognunk, sikerült rá pénzkerítenünk, nagyon alaposan az alját fölmarva, a széleit, a kanyarodó részeket megerősítve egy gyönyörű útfelületet kapott ez az út. Én bízom benne, hogy nagyon sokáig fogja az adácsiak egészségét és közlekedését szolgálni, és hát azt kívánom nekik, hogy balesetmentesen tudják minél tovább használni ezt az utat. 150 milliós a beruházás, több mint 3000 tonna aszfaltot helyeztek rá a mintegy másfél kilométeres szakaszra, és rendbe tették a vízelvezetést is. Az út felújítását a közútkezelő közreműködésével a Hedó Kft. és az Erősút Kft. végezte. Szabó abban bízik, hogy a megye határ és a Vámazsörkön belüli elágazó közötti szakaszt, valamint az elágazótól adácsig tartó részt is mi hamarabb fel tudják újítani. Ami azonban már biztos a térségben, a Heréd Kerekharaszt, a Rózsaszent Márton Gyöngyöspata, a Heréd Lőrinci vagy például a Petőfibányos Sejp közötti útszakaszok rendbetétele ugyancsak magyar forrásokból.